Az Új Szövetségben többször ki van jelentve az, hogy törvény által nem lehet megigazulni. Törvényből nem lehet megigazulni. És Pál ezt nagyon szépen kifejti azok számára, akik tényleg éhezik az igazságot. A törvény az létezik, az nem tud nem létezni, mindig is volt, most is van, eztán is lesz. De a törvényből, a törvény ismerete által nem lehet megigazulni. A betű megöl, a lélek megelevenít. Az mondatik, hogy megigazulni csak hit által lehet, kegyelemből. Hit által és kegyelemből, Isten kegyelméből, mert a megigazulás ajándék. Nem lehet azt kimunkálni, nem lehet kiérdemelni, nem lehetünk méltók a legszebb ajándékra arra, hogy meglássuk Isten országát. Senki nem lehet méltó erre, senki nem válik méltóvá erre. Egy volt csak, aki méltó volt, az nem más, mint a Krisztus Jézus, aki képes volt arra, hogy betartsa az összes törvényt. És ezért mi ránézünk ahhoz, hogy megigazulhassunk. És hogyha ránézünk, akkor mit látunk? Nem látunk mást, mint szerelmet, az Atya Istennel szemben óriási hálát, Isten tökéletességével szemben. Azért, mert tudta ő, hogy ő annak a tökéletességnek, a mennyek országának az örököse. És ezt a szerelmet, ezt a hálát árasztotta ő az egész világra, hogy mindenki kapjon abból a lélekből, abból a lelkületből, aki ránéz, aki keresi az igazságot. És azt gondolnánk, hogy akkor az Ószövetségben senkinek nem volt lehetősége a megigazulásra, mert akkor a törvény volt, ugye? Sőt, Mózes előtt igazából törvény sem volt leírva. Törvény mindig volt, de Mózes előtt a törvény nem volt rögzítve semmilyen formában. És ugye Ábrahám a hit atya. Ő volt az első, aki megérezte, meghallotta, meglátta azt, hogy törvényből, szabályokból, emberi gondolkodásból, emberi törvénykezésből lehetetlen megigazulni, lehetetlen meglátni a tökéletességet, visszatalálni a tökéletességbe, Isten országába, az Édenbe. Ábrahám a hite alapján indult el. Ő hitt abban, hogy nincs szükség arra, hogy az emberek szobrokat imádjanak. Emberi kezek által készített szobrokat tiszteljenek, meg emberi babonákat kövessenek. Ő tudta a szíve legmélyén, mert az Úristen az ő szívébe is belehelyezte, már amikor megszületett, hogy sokkal több van, mint amit ő lát, amit tapasztal a feleségével, a barátaival, a családtagjaival egyetemben. És ő hitt és elindult. És a hit által kapta ő a kegyelmet. Kereste az igazságot, mert emberekben nem lelte. És tovább keresett, és ezért az igazság kijelentette magát neki. Úgymond. Mert kedves volt az igazság atyának, az élet atyának, hogy az ő gyermeke visszafordítja a tekintetét
és elkezdi keresni őt, mert érzi, hogy az az irány, amelyet ő mostan tart, az az élettel ellenkező, ellentétes irányba viszi őt. És megkaptak jelentéseket, Ábrahám. Folyton megkaptak jelentéseket. És megértette azt, hogy az igazi eledel, az igazi táplálék, az igazi öröm nem abból származik, hogy lefelé tekintünk a lábaink alá, az emberi kezek alkotásaira, az emberi elgondolásokra, az emberi rendszerekre, a törvényekre, a szabályokra, abból senki nem tud megigazulni. Holott a törvények és a szabályok összhangban vannak a mindenható Teremtő Isten törvényeivel. De a törvények szárazon, önmagukban géppé tesznek bennünket, robotokká tesznek bennünket, és ezt látjuk a világban, hogy egyre több a törvény minden országnak a törvénykönyvében szaporodnak, valósággal búrjánzanak a törvények. És az emberek egyre butábbak, és butábbak, és még butábbak. Hogy a törvény nem tud segíteni rajtuk. A törvény megtartja őket a lagymatag állapotban, a mozdulatlanságban, az élettelenségben. Nem követnek el súlyos hibát, tegyük fel. Megakadályozza őket abban, hogy lopjanak, öljenek, paráználkodjanak, kedvük szerint. De viszont a törvény nem képes megigazítani senkit önmagában, mert a megigazulás kegyelemből van, ajándék a mindenség teremtőjétől. Miért kellett az embernek megismerni a törvényt? Miért volt fontos Mózesnek leírni, rögzíteni a törvényeket? Hogyha tudjuk, hogy törvényből senki nem igazolt meg, törvényből senki nem tud megigazolni, senki nem láthatja meg az igazságot. Mégis mi értelme volt leírni a törvényt? Miért kellett leírni a törvényt, drága barátaim? Azért kellett rögzíteni a törvényt, mert az embernek nem tetszett a gyermeki lét, a bizalomban létezés állapota. Megkísértetett, és eljött onnét. És mivel, hogy neki nem volt jó a gyermeki állapot, megkapta a felnőtti állapotot, és azzal együtt az öregedést, a fájdalmat, a kérgesedést, bekeményedést és az elmúlást. Ez történt az emberekkel. Miért beszél a megváltó újjászületésről? Miért dicsőíti ő a gyermekeket? Miért mondja azt, hogy engedjétek hozzám jönni őket, mert az övéké a mennyek országa. Ők gyermekek. Ők nem a törvény gyermekei, hanem a kegyelem és a gondviselés, a gondviselő gyermekei, akik úsznak, benne vannak a kegyelemben, és csak élvezik azt. És számukra teljesen természetes, hogy az az élet, csak az az élet. Ők nem ismernek semmi mást, amit életnek nevezhetnének. Csak a kegyelmet, a gondviselést. Persze ez csak egy bizonyos korig. És ez a kor változó minden gyermeknél, amikor megrontatik. Van, amelyik előbb, a másik utóbb. Ezért beszél Jézus
gyermekekről úgy, mint példaképekről, mert ők törvényt nem ismerik, ők benne vannak a törvényben, benne úsznak, megtartja őket a törvény, ők nem akarnak törvénytelenséget, nem vágynak a törvénytelenségre egy darabig. Csak amikor megtanulják, vagyis megtapasztalják a törvény súlyát, a rájuk nehezedő törvény súlyát, a felnőttek részéről rájuk áradó törvénynek a súlyát és az erejét, akkor kerülnek bele a törvénytelenségbe is. Azért fontos erről beszélni, erre emlékeznünk, hogy törvényből senki nem igazulhat meg. Mert hogyha ezt megértjük, akkor nem követjük azt a hibát, hogy fenyegetjük embertársainkat, zsaroljuk őket lelkileg, hogy nem fognak üdvözülni, nem látják meg Isten országát. Azért, mert úgymond törvénytelenségben vannak, bűnökben élnek. Bár igaz a kijelentés, de nem mi vagyunk a törvény osztók, a törvénynek a kikényszerítői. Aki újjá van születve, kegyelemből beszél, kegyelemről beszél, és megkívántatja embertársaival Isten országát. Hogyha valaki irányt vált, megtér, Istenhez fordul, ne félelemből térjen meg, hanem szerelemből, mert látja a hatalmas lehetőséget, hálás érte, mint a gazda, az ember, aki megtalálta a szántóföldben elrejtett kincset, és örömében elment és elhagyta, eladta mindenét, hogy megvehesse azt a szántóföldet, amelyben megtalálta az igazi kincset. Örömében ment el. Senki nem fenyegette őt, senki nem tartott stukkert a fejéhez, hogy már pedig te most elmész, és lemondasz mindenről, mert ő nem tud lemondani semmiről, hogy igazából. Az ember semmiről nem tud lemondani. Mindenkinek szüksége van az örömre. És az örömöt keresve, az örömöt kergetve, marad benne az ember a világban. De hogyha az ember meglátja az igazi öröm forrását, akkor önként jó szándából, jó kedvéből hagyja ott a régit, és megkeresi az újat, és magához öleli az újat, és nem kívánkozik vissza a régihez. Mert az új örömöt, megújuló örömöt ad neki, és erre a régi nem volt képes. Teljesen fölöslegesen mondom én azt a tévelygő embertársamnak, hogy el fog kárhozni, ha megmarad a bűneiben. Ő már eleve nagy bajban van. Már korábban is nagy bajban volt ő. Az ő állapotát nem tudja helyrehozni a törvénynek az erőszakos kijelentése, a törvénynek az ő fejéhez vágása. De az evangélium képes kizökkenteni bárkit a megkeseredettség állapotából, a megfáradottság állapotából, a leterheltség állapotából, a reménytelenség, a sötétség állapotából. És csak az örömhír képes arra. Lesznek emberek nyilván, akik nem fogják tudni meghallani, sem befogadni az örömhírt.
és ők nyilván nincs ahogy megmeneküljenek. De rajtuk az sem segítene, hogyha valaki megfenyegetné őket, hogy el fognak kárhozni, hogyha nem térnek meg. Mert a mindenhatónak nem olyan megtérőkre van szüksége, akik félelemből hozzászaladnak, hanem olyan gyermekekre van szüksége, akik örömüket lelik abban, hogy megismerik őt, akik örömmel fogyasztják a mindennapi kenyeret, amit ő kínál számukra. Ezért az evangéliumot, az új szövetséget ószövetségi lelkülettel, törvénykező lelkülettel, nem tanácsos hirdetni. Lehet, hogy megvan a helye bizonyos közegekben annak a lelkületnek. Bizonyos személyek meg kell érezzék a törvénynek a súlyát ahhoz, hogy később tudjanak örvendeni a szabadulásnak. De viszont aki a törvény kezés lelkületében, az ítélkezés lelkületében marad, abban hal meg, ugyanúgy nem fogja meglátni az igazságot, a teljes dicsőséget, Isten teljes dicsőségét, mint azok, akik egész életükben törvénytelenül éltek, törvényt nem ismerve éltek, és az örömhírt megtagadva éltek. Tehát a legfontosabb kérdés az, hogy te, én, mi, mindannyian megismertük-e az örömhírt? Megteltünk-e az örömhírrel? Egyé váltunk-e az örömhírrel? És annyira megteltünk-e vele, hogy túlcsordul az örömhír mi bennünk, és kiárad a környezetünkre, embertársainkra. És ők kapnak belőle, megkóstolják azt, és azt mondják, hogy ebből még kérek, mert ez az igazi eledel, az igazi táplálék. Mert hogyha ezt nem tudjuk megcsinálni, aki ezt nem tudja megcsinálni, az ószövetségi ember, a törvény embere, a törvénykezés, az ítélkezés embere, és ő sem tudja, ő sem fogja meglátni, nem láthatja meg Isten országát. Két kedvenc példám van nekem az evangéliumból. Egyik az, amikor azt mondja a mester, hogy ti vagytok a világ sója, a világ világossága, és úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, az elsötétült világban, hogy lássák az emberek azt, ami vagytok, amivé váltatok az igazság által. És megkívánják ők is azt. Szó szerint nem így van, ez a lényege. Hogyha én megteltem az örömhírrel, olyanná válok, mint a hegyen épített város, aki rám néz, egyértelműen látja, hogy én nem azt a kenyeret fogyasztom, amit a világ, hogy nekem igaz táplálékom van, finomabb táplálékom, és megkívánják azt. Az öröm túlcsordul, és kérnek belőle, és vágynak arra, hogy megismerjék annak a forrását. És megtörténik velük az, ami az emberrel, aki a szántóföldben megtalálta az igazi kincset, és afelett való örömében, jókedvében elment, eladta minden vagyonát, hogy megvehesse azt a szántóföldet, amiben az igazi kincset megtalálta. Ez a két példa egyértelműen kifejezi, hogy hogyan kell hirdetessen Isten országa, hogyan van értelme annak, hogyan kaphat az ember igazi meghívót, igazi meghívást
Isten országába. Mert a törvény által nem lehetséges sem beijeszteni, sem becsalogatni, sem bekényszeríteni senkit Isten országába. Mert ha valaki összes törvényt betartja is erőből, az sem tud üdvözülni. Mert sokkal többről van szó itt, mint a törvénynek a betű szerinti betartása. Itt szerelemről van szó, teljes bizalomról. Egy olyan bizalomról, ami arról szól, hogy tudjuk egyértelműen, hogy amire mi meghívást kaptunk, az a legtökéletesebb, ami valaha történhetett ebben a világban. És örömmel indultunk el a keskeny úton, hogy mi is részesei lehessünk az igazi örömnek, az igazi látványnak, az igazi dicsőségnek. Isten áldjon! Sziasztok!